Történt sok-sok millió évvel ezelőtt, hogy a méhek királynője összehívta a méhek nemzetségének nagy tanácsát. Mikor mindnyájan együtt voltak az óriás tölgy hatalmas odvában, így szólt hozzájuk a királynő. Kedves barátaim, sok-sok év alatt már nagyon elszaporodtunk, teljesen benépesítettük földünket. Így jól lenne végre eldöntenünk, hogy milyen házakat, lakásokat építsünk magunknak. Ezért felkérem most önök előtt a méhek főépítész matematikusát, akit már korábban megbíztam az építkezéshez szükséges tervek elkészítésével. Számoljon be itt a tanács előtt elvégzett munkájáról, és arról, hogy milyen eredményre jutott. Kérlek, kedves építészem, add elő tervedet! Ekkor a méhek főépítész emelkedett szólásra. Tisztelt nagy tanács! Tisztelt királynő! Elvégeztem a munkát, amivel megbíztál, és sikerült kidolgoznom azt a legracionálisabb tervet, mely segítségével a legmegfelelőbb házakat, lakásokat építhetjük magunknak. Két fő szempont vezetett. Mivel olyan egyformák vagyunk, szükségesnek láttam, hogy lakóhelyeink is egyformák legyenek. Mivel elég sokan vagyunk, ezért fontos, hogy a rendelkezésünkre álló területet a legcélszerűbben, azaz átfedés nélkül és hézagmentesen használjuk fel. Emellett még az is fontos lesz, hogy a lakóhelyek kialakításához a lehető legkevesebb anyagot kelljen felhasználnunk. Mindezen szempontokból következően legelőször meg kellett határoznom azokat az egybevágó szabályos sokszögeket, amelyekkel a síkot egyrétűen és hízagmentesen le lehet fedni, hiszen lakásaink alapterületét, a fenti szempontokat figyelembe véve, az ilyen sokszögek közül kell majd kiválasztanunk. Tudjuk, hogy egy n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege n-2 x 180 fok. Na már most, ha sokszögünk szabályos, akkor minden szöge egyenlő, tehát egy szöge n-2 x 180 fok per n mivel szempontjaink szerint az ilyen sokszögek egyrétűen és hézagmentesen fedik le a síkot, ezért ha valamely csúcspontban k darab ilyen sokszög érintkezik, akkor szükséges, hogy k n-2 180 fok per n egyenlő 360 fok legyen. Nos, ezt az egyenletet kell megoldanunk, ahol az ismeretlenek n és k pozitív egész számok. Alakítsuk át ezt az egyenletet. k n-2 180 fok per n egyenlő 360 fok. k szor n-2 per n egyenlő 2. K szor n-2 egyenlő 2n, k n-2k 2n egyenlő 0, k 2 szorozva n-2 mínusz 4 egyenlő 0, k mínusz 2 szorozva n-2 egyenlő 4. Arra jutottunk, hogy a négyet kell két pozitív egész szám szorzatára bontanunk. Ez csak háromféleképpen lehet. 4 egyenlő 1x4, egyenlő 2x2, egyenlő 4x1. Ezek szerint, ha k 2 egyenlő 4, és n 2 egyenlő 1, akkor n egyenlő 3, és k egyenlő 6. Ha? k-2 egyenlő 2, és n-2 egyenlő 2, akkor n egyenlő 4, és k egyenlő 4. Ha k-2 egyenlő 1, és n-2 egyenlő 4, akkor n egyenlő 6, és k egyenlő 3. Most nézzük meg, milyen sok szögeket jelentenek a kapott eredmények. Első esetben n egyenlő 3, k egyenlő 6, szabályos háromszögeket kapunk, és egy csúcsban, természetesen minden csúcsban, 6 darab érintkezik egymással. Második esetben n egyenlő 4, k egyenlő 4 négyzetek adódnak, és minden csúcsban 4 darab érintkezik. Végül harmadik esetben szabályos hadszögeket kapunk, és egy csúcsban három darab érintkezik. Arra jutottunk tehát, hogy a sík egyrétűen és hézagmentesen csak e háromfajta egybevágó szabályos sokszögekkel fedhető le, így lakásaink alapterületét e háromfajta fajta sokszög közül kell kiválasztanunk. Fejezte be előadásának első részét a főépítész. Na ez eddig rendben van. De melyiket válaszuk a három közül? Erre is megvan a válasz. Mivel egyik fő szempontunk az volt, hogy lakóhelyeink elkészítéséhez a legkevesebb anyagot kelljen felhasználni, ezért megvizsgáltam, hogy egy-egy azonos területű szabályos háromszög, négyzet és szabályos hatszög közül melyiknek a bekerítéséhez van szükség a legkevesebb anyagra. Vegyünk tehát egy egységnyi területű szabályos háromszöget, négyzetet és szabályos hatszöget, és számítsuk ki rendre ezek területét. Szabályos háromszög esetén, ha a terület egy és a háromszög oldala A, akkor a négyzetszer négyzetgyök 3 per 4 egyenlő 1, azaz a négyzet egyenlő 4 per négyzetgyök 3. Tehát a egyenlő 2 per negyedik gyök 3. A háromszög kerülete k egyenlő 3a egyenlő 6 per negyedik gyök 3 közelítőleg 4,559 ezred. A négyzet esetében könnyebb dolgunk van, ha a területe 1, akkor a négyzet egyenlő 1. Tehát a egyenlő 1, így a kerület k egyenlő 4a egyenlő 4. Végül szabályos hatszög esetén, mivel tudjuk, hogy az hat darab szabályos háromszögből áll, a terület 6 a négyzetszer négyzetgyök 3 per 4 egyenlő 1, egy. tehát a nézet egyenlő 2 per 3 szor négyzetgyök 3, vagyis a egyenlő négyzetgyök alatt 2 per 3 szor négyzetgyök 3. Ekkor a kerület ennek szorosa vagyis k egyenlő 6 szor négyzetgyök alatt 2 per háromszor három. 3 szor négyzetgyök 3, közelítőleg 3,722 ezred. Láthatjuk tehát, hogy a szóba jöhető szabályos sokszögek közül adott terület bekerítéséhez a szabályos hadszög esetében kell a legkevesebb anyagot felhasználnunk. Így, tisztelt nagy tanács, tisztelt királynő, javaslom, hogy lakóhelyeinket egybevágó szabályos hadszögekre alakítsuk ki, mert a felvetett szempontok szerint ez a legcélszerűbb. Yeah, yeah, yeah. Óriási tapsival fogadta a főépítés szavait, majd végül a királynő emelkedett szólásra. Tisztelt nagy tanács. Főépítészünk okfejtése azt hiszem mindnyájunkat meggyőzött. Ezért ezennel elrendelem, hogy a méhek nemzetsége mától kezdve egybevágó, szabályos hadszögekre alakítsa lakóhelyét, és a lakóhelyeket a legokosabb építészünk emlékére nevezzük lépnek. És attól fogva a méhek lakása szabályos hadszög alakú lépből áll, mely ma is bármely méhkaptárban megtekinthető. Aki nem hiszi, járunk.